A következő előadónkat nem is nagyon kellene bemutatni, de azok kedvéért, akik esetleg először vannak itt ezen a csodálatos két napon, mégiscsak elmondom. A következő előadónk Mohácson született, majd az egyetem elvégzése után 1969-ben a mohácsi belgyógyászaton dolgozott. 1981-ben jött a Balatonra, először Lengyel-Tótiban, majd 2006-tól Fonyódon a belgyógyászat és a kardiológia szakrendelését végzi. 21 éve a Feng Shui galériának a vezetője, háziasszonya, tulajdonosa. 2007-ben Batthyány Stratmant László díjat kapott, majd a természetgyógyászatért díjat is megkapta. 2008-ban Fonyód polgáraiért díjat kapott, 2013-ban kiérdemelte a Pro Natura et Vita díjat, és 2019-ben Fonyód díszpolgárává avatták. 2019. 10. hó 19-én, tehát egy évvel ezelőtt pedig egy csodálatos dolog történt, átvehette Pécset az 50 éves aranydiplomáját. Fogadják sok szeretettel dr. Thomas Teréziát, amit összintet. Elfogult egy kicsit vele. Mohácsiak vagyunk. Mohácsiak vagyunk, igen. Köszönöm, hogy kitartottatok ennyien. Meg a Feng Shui tanítványaim, hát ilyenek vannak, mint a Muladi Anna Mária, ilyen tanítványaim, úgyhogy olyan büszke vagyok rátok, mert tényleg olyan nagy dolog, hogy itt két nap alatt, hogy mennyi előadást tartottatok, és milyen ügyesek voltatok, úgyhogy én nem tudom, mi lesz a Feng Shui oktatása, ugye 22 éve oktattalak benneteket, de hogy mi lesz ezután, utána járok természetesen, és nem hagyjuk annyiba, tehát oktatunk tovább. Már csak levegőt kell vennem, hogy a részleteknek utána járjak, hogy meg tudom csinálni ezt a bürokráciát, amit elvárnak tőlünk, vagy feladom. De mivel imádtam oktatni a Feng Shui-t, nem hiszem, hogy olyan könnyen feladom. Úgyhogy a mai előadást én remélem, hogy ti élvezitek a legjobban majd, a tanítványaim, meg a fonyódiak. Mert hogy 22 éve azt beszéltük, hogy egyes épületek miért nem működnek, és csak időkérdése, hogy a halálukat elérjük, tehát hogy már végképp nem működnek, hogy ezt most tudtam összeszedni, és Fonyódi példa mindegyik. Tehát, hogy itt volt a környezet, hogy minden tanfolyamon mondtam, hogy ezért és ezért nem működhetnek, nyüglődnek, és most vége itt az épületek halála. Tehát, hogy boldog vagyok, hogy ebben az évben azt hiszem 8-at vagy 9-et szedtem össze, ilyen épületet Fonyódon. És köszönöm a virágnak is, hogy beszélti arról, hogy azért nem mindegy, hogy milyen energiája van egy épületnek. Na most ugye a Feng Shui szempontból meg energia áramlásról lesz szó természetesen. És remélem, hogy értékelni fogjátok, hogy tényleg igaz, amit eddig tanultunk. Remélem, működik ez a könyv is. Shirai Hotel, ki emlékszik Fonyódiak közül, hogy még működő volt a Shirai Hotel, nem tudom hány évvel ezelőtt. Én 81 óta vagyok Somogyba, azóta nem működik. Most akkor Feng Shui-t kezdtem tanulni, akkor rögtön rájöttem, hogy mi lehet a probléma, és hogy miért nem működhet. Lehet, hogy most ez itt nem derül ki, de nagyon mélyen van az utca szintjétől mélyebben, ahol az energia is lent van. Jó? És hátrafelé lejt a telek, látjátok? Várj, azt elnyomtam, pedig mutogatni akartam. Jó, lesetítettem. Azt nem mutogatni. Azzal, ó, hát az még egyszerűbb, jó, köszönöm. Tehát látjátok, hogy hátrafelé lejt a telek, tehát nincs az épület mögött védelem. Ugye fejsősök tudják, hogy fekete teknős kell a hátunk mögött, vagy egy domboldal, vagy egy ugyanolyan magas épület, vagy egy fa, tehát ami energetikai védelmet ad.
hát ennek az épületnek nincs meg, plusz hát azt majd lehet, hogy a következő képen látjátok, de az utca szintje itt van, és sokkal mélyebben és hátrafelé lejt, ez mindig kedvezőtlen. A bejárat is ugye látjátok, hogy mélyebben van az utca szintjétől. Hát, amióta én itt vagyok, 81 óta ez az épület nem működik. Köszönöm Varga Istvánnak, nem tudom, hogy itt vagy-e, de neki köszönhetem az eredeti felvételeket, van ugye a kutatja Fonyód múltját, és hát látjátok, így, én már így kerültem ide, hogy ez az épület így nézett ki, hogy jön a vakolat, kitörve az ablakok, azt hiszem talán a hajléktalanok is megszállták, látjátok, hát ez egy katasztrófa. És még visszamegyek. Tehát már akkor mondtuk, hogy ez nem működhet, és 81 óta biztos, hogy nem működik, de szerintem sokkal előbb meghalt már, csak hát nekem most sikerült lefotózni. Most megvette valaki, állítólag épül az új Sirály Hotel, szinte biztos vagyok benne, hogy ugyanoda fogják építeni, ugyanúgy a gödörbe és ugyanúgy hátrafelé lejt. Tehát megint belemegyünk a saját csapdánkba, olyan szomorú, mert senki nem viszi el nekem. Tehát én az építészekkel hadakozok, nem is hajlandók velem tárgyalni. A polgármesterek abszolút a pártomon vannak, és ők is látják, hogy baj van Fonyóddal, mert hogy egy gyönyörű adottságú hely, mert ahol dom van, meg víz van, meg a művészek imádják, ott miért nem lehet az építészetet is olyan szintre hozni, hogy ne legyen ennyi probléma, és hogy működjön minden. De hát ez eddig nem jött össze, az építészek inkább belehaltak a saját házukba. Ugye nem akarok neveket mondani, Fonyódiak tudják. A legutóbbi építész lakásában voltam, amikor haldoklott ügyelet alatt, és ott szembesültem vele, hogy süllyesztett nappali, hátrafelé lejt a telek, és telek gerendával, mondom, úristen, hát a saját építészetébe belehal. De nem, hát inkább belehalnak, mint hogy szóba álljanak egy ilyen szakemberrel, aki feng shui oktató, hát már csak nem fognak realacsonyodni. Bocsánat, akik itt vagytok építészek, nem nektek szól. Főleg nem neked a tanítvány. Hát ez még föl se épült. Talán láttátok itt Béla telep felé. Az épület is, nem tudom, 5-6 éve biztos így áll, tehát el sem jutottam oda. Tehát akkor több mint. Ja, tudod akkor. 20 éve így áll. Tehát valaki elkezd ezt építeni, a háta mögött van a Balaton. Hát eleve nincs az épületnek védelme, ugye nincs fekete teknőse. Előtte megy a vasút, egy gyorsforgalmú út, ami elviszi az energiát. Tehát el se jutottak odáig, hogy tető kerüljön az épületre, sőt nem tudom, látjátok-e, hogy ott lopják az építési anyagot. Én megálltam az útszélén, hogy fotózzak, de engem is lefotóztak, mert azt hitték, hogy valami ellenőr vagyok. Hogy lefotóztak egymást, de hát én egész más célból, de hogy jelentem föl őket, hát most, ha nekik ez az építőanyag kell. Lényeg az, hogy ez soha nem működne, ha felépítenék vagy befejeznék, akkor se, de megspóroltak egy csomó pénzt, hogy nem fejezték be. Így látjátok, ugye? Hátul a úton, elől a vasút, és a tető. Mi szeretne lenni ez az épület, bocsánat, hogy beleszól. Hogy? Ez egy szálloda. Hát valószínűleg szálloda, igen. De hát nem jutottak a befejezésig, igen, nem jutottak a befejezésig. Sporthotel Fonyód. Ugye ezt is mondom, amióta áll, hogy nem fog működni, hát nyüglődött, hát egy pár évig üzemelt. Most mi a problémája ennek a sporthotelnek is? Tehát egyszer az, hogy látjátok, itt az úttest szintjétől, tehát benn a gödörbe, tehát benn a gödörbe van az egész épület, tehát az energia is lent van. A másik probléma, hogy itt lehet közlekedni, tehát egy gyalogos mondjuk ebben a hotelbe akar megszállni, akkor valahol itt kint megáll, ha meg tud állni, és akkor gyalogol és megy tovább, ott a bejárat, az a pici 60 centis, itt látjátok még közelebb az épületet, tehát a bejárat ott van, amihez mindjárt közelítünk. Ugye látjátok a bejáratot, tehát egy 60 centis bejárati ajtaja van egy nagy hotelnak. Hát mennyi energia kerül be? Nyilván, ha minél nagyobb az épület, annál nagyobb bejárat kell. Akkor látjátok ezt a 60 centis bejáratot, plusz ezek az oszlopok, amik még mérgezik. Szilvás Judit a tegnapi előadásán mondta, hogy azért a mérgező nyilak, akár kívül, akár belül az épületet, az egyszerűen egy tragédiához vezet. Tehát itt vannak ezek a hegyes,
oszlopok, amik bökik. Itt van a látható esőcsatorna, ugye tudjátok, hogy a vállalkozás pénze elfolyik a látható esőcsatornán, és hát egy ilyen keskeny bejárat. Na most, ha beléptünk benne, én voltam benne, kíváncsi voltam, hogy azért mégis mi az első benyomásom, ha belépek az ajtón, rögtön a recepciós pult szembe volt a bejárati ajtóval. Tehát egy támadó energia alakult ki a bejárati ajtón át belépő és a recepciós között, tehát az sem szerencsés helyzet. Mindig jobbra vagy balra legyen, de semmiképp se szembe. Hát egy pár év múlva így nézett ki, ugye jön a vakolat, kitöredeznek az ablakok, akkor ezek szerint csak ennyi fotót hoztam ebből, de látjátok, hogy most meg lett tarolva. Tehát ennek az épületnek is annyi. Természetesen ugyanide fogják fölépíteni az új sporthotelt. Százszor elmondom meg én, hogy nem fog működni. Próbálok üzenetet küldeni annak, aki ezt majd felépíti, de még senki nem keresett meg, hogy akkor mondja meg, hogy hova építsék. Szóval ott van letarolva, látjátok. Ott van a törmelék, ez a sporthotel. Kicsit közelebb. Hát ez is egy olyan épület, ami már Fonyódliget felé van, itt van a patak. Talán így tudjátok, Fonyódliget biztos tudják. Hát a mögött ott a Balaton, ugye előtte a vasút, tehát megint nem egy szerencsés helyzet, nincs védelme az épületnek, és a vasút gyorsforgalma, meg még egy, hát egy ilyen közepes forgalmú út is vezet. A következő probléma, hogy annyira hegyesek a tetők, hogy minél hegyesebb és csúcsosabb egy tető, annál kevesebb az energiaszint. Maximum 40%-os energiaszintje volt ennek, vagy van ennek az épületnek. Én azért szeretek ügyelni, mert a sofőrök mindent tudnak. És akkor mondanak, hogy üzemel ez az étterem. Nem, már régen, a tulaj már rég meghalt, meg nyüglődik az étterem. Tehát én nagyon sok fengsű információt kapok a sofőröktől ügyelet alatt, úgyhogy minden jó valamire. Tehát nem működik, a tulaj meghalt, és most végképp valakinek eladták, mert örültem, hogy hát, ha történik valami. De hát mi történhet? Ugyanúgy ott van a Balaton a háta mögött, látjátok. Előtte van az út meg a vasút. Azt hittem, hogy talán ezt a hegyes tetőt valaki letompítja, vagy le. Nem, csak valami fabukolat került rá. Tehát lényegében nem fog változni. Kíváncsi vagyok, hogy az új tulaj mit csinál, és meddig működik az épület, ha egyáltalán el tudja kezdeni üzemeltetni. Hát az a Delta. Fonyódi a környékek. Tudjátok, hogy nekem írta valaki a Facebookon, hogy ez milyen virágzó étterem volt valamikor. Még látjátok, hogy a Trabantok, a Moszkvicsok, a Pupos Volkswagen, meg egy kicsit. Tehát élet volt itt a környezetében, nem tudom, hányos években lehetett, de 81 előtt, az biztos. De hogy egy virágzó étterem volt, kerthelyiséggel, élőzenével, éjszakai bárral, ott fönn volt a bár, bisztró, minden, tehát hogy nagyon jól működött, és a centrumban van, tehát a főtéren. Hát ennél jobb hely nem lehet, nem? De nem működik. Tehát az biztos, hogy 81 óta nem működik, amióta én itt vagyok. Ugyanis begerendázták az egészét, tehát milliókat költöttek rá, hogy belül begerendázzák az éttermet, mindent, a bejárati ajtót, tehát minden tiszta gerenda. A gerenda az egy annyira negatív hatás, hogy csak meghalni lehet alatta. Annyira leviszi az energiaszintet, és ez a modern építészet divatja, hogy begerendázunk mindent sok pénzért. Tehát szomorú látni, hogy ugye itt még virágzott, gerenda nélkül, itt már itt vannak a gerendák, nagyon sok pénzbe kerül a begerendázás, tehát sima tető mennyivel olcsóbb lenne, de minden évben, minden előadáson mondtam, hogy nem működhet sokáig, tehát hogyha leszednék a gerendákat, vagy beburkolnák, hát csináljanak valamit, mert így nem működik. Minden évben investáltak, muskátikat lógattak be, akkor látjátok, kerítést húztak,
ez is mennyi pénzbe került, kandellábereket, leburkolták a kerthelyiséget, és csak nem működött. Tehát csak investáltak, és nem működött senki. Mert ugye a gerenda az mindenhol, kívül is, belül is, ennyi gerendát szinte el se lehet tüntetni. Látjátok, leburkolva, tehát minden évben történt investáció, de ez a Delta étterem csak nem működött. Úgyhogy most körülbelül ilyen állapotban van. Közben a tanítványaim tudják, hogy egyszer hazamentek egy tanfolyamra, és mondták, hogy gyorsan jöjjek fotózni, mert leégett a Delta teteje. Mert ugye ráadásul még ez a hullámos tető, most nem tudom, hogy hol látható jól, majd talán látni valahol, nem biztos, mindjárt itt. Úgy hullámos a teteje. És a hullámos tető az vízelem. Tehát ha egy étteremben tűztevékenység folyik, akkor a vízelem az tönkreteszi, ugye? Tehát meg eloltja a tüzet. Tehát tűztevékenység, egyébként se jó vízelem alatt lakni, tehát a fekete tető, a sötétkék tető, a hullámos, tehát ezek a vízelemek, ezek nem jók, se a fejünk felett nem jó a víz, se alattunk. Tehát leégett a teteje. Na akkor körülbelül így mentünk lassan teljesen tönkre, úgyhogy ez már látszik, hogy nem nagyon működik. A kínaiak is kivették, képzeljétek, és ők sem működtek. Pedig a kínai bolt mindenhol megél, és még itt a kínaiak sem maradtak meg. Úgyhogy látjátok, hogy most végképp vége, nem rombolták le, hanem csak nem működik. Ugye látszik, hogy semmi, egy autó nincs, egy muskátli nincs, tehát teljesen tönkre ment. Következő a Skoda szalon. Ha Fonyódliget felé megyünk, hát nem tudom hány éve nyílt, de én már akkor láttam, hogy itt is baj lesz. És nem pénzkérdés, látjátok, mert egyáltalán nem mindegy, ha egy utcának egyik oldalára építkezünk, vagy a másikra. Tehát nem pénz, csak tudni kell az energetikai viszonyokat. Tehát a Skoda szalonnak ugyanaz a baj, hogy útes szintjétől mélyebbre épült, és az az üvegfal, hát ez megint a modern építészet divatja, nem marad benne az energia az üvegfal mögött. Tehát kiszökik az energia az ilyen épületből. Nem tudom hány évig működött a Skoda szalon, valaki emlékszik erre? Még tudni? Hát lehet, hogy egy 10 év működött, de most láthatjátok, hogy raktár, meg mindenféle van ott. Látjátok, ide kihozzák a stégeket, tele van raktárral, használt autóval, meg szóval nem működik, mint Skoda szalon. Itt lehet látni, hogy az úttest szintje, ugye az itt van, a Skoda szalon meg itt leépült. És ezzel az üvegfallal csoda lenne, ha működne. Következő, itt van a szomszédunkban. A Spár mellett volt a Bahamák. Emlékszik valaki? Ráfogódjon biztos, de még akik jártatok, ide ti is tudjátok. Mi a baja? Mi volt ennek a baja? Egyszer a bejárati ajtó, látjátok, felett gerendahatás van kívülről. A másik, hogy a bejárati ajtó kifelé nyílik. Tehát befelé nyíljon egy bejárati ajtó, mert akkor tudod a csít, az energiát betessékelni, ha kifelé nyílik, akkor kilököd. Tűzrendészeti szempontból ezt engedélyezik, csak hogy tudjatok róla, hogy nincs fengsúly, hanem tűzrendészet van. Tehát a kifelé nyíló ajtó, a gerenda hatás, ezek a tüskés növények, szóval ezek mind akadályozták az energia áramlását, de belül is volt probléma, mert blokkoló oszlopok voltak, az, én nem tudom, de egy 3-4 biztos, és a bejárati ajtóval szemben ott volt a kiszolgáló pult, tehát megint támadó energiába. Próbálták kivenni a makkosék is, ugye ahol ebédeltünk tegnap meg ma, mondtam nekik, hogy nem fog működni, azért ők megpróbálták, egy évig próbálták, nem működött, kész. Utána a fáplyán pékség is ide költözött egy évre, mondtam, hogy ne vegyétek ki, hát kidobott pénz, nem fog működni, de azért megpróbálták, nem működött, utána abba hagyták. Most hogy állunk? Itt már kezdik bontani. Ez az, látjátok? Most kimehettek, mert a Spár parkolója nincs lefotózva, de a Spár parkolója van a helyén. Ez a bővült a Spár parkoló. Jó, ezek mind itt vannak a közelünkben, úgyhogy abszolút nem fotóztuk le, hogy a parkolót is lássuk, de hát ez a törmelék, ez elég látvány, nem?
Tungsram. Zsuzsana vagy itt? Nem jöttem. Na jó, mert te mondod neki. Mi a baj a Tungsramnak? Nagyon sokáig működött, és nagyon szerettük ezt a helyet, de alapvetően várható volt, hogy baj lesz, mert az útkanyar külső oldalán, látjátok? Soha nem szabad az útkanyarat külső oldalára építkezni, mert az se fog működni, mindig a belső oldalára. De hát itt mondjuk nem volt más lehetőség, mert a domboldal meg ott volt, itt meg a mélyebb rész. Tehát egy darabig működött azért a Tungsram. De mi történt az éttermi részével? Ez az étterem. Egy csomó blokkoló oszlop az étteremben, akik jártatok ott. Szögletesek voltak az oszlopok, és egy ilyen felújítás alkalmával tele ragasztották háromszögletű tükrökkel a falat is, meg az oszlopokat is. Ugye? Hát tudjuk, hogy a tükör is eleve probléma, nem mindegy, de a darabolt tükör, a mozaik tükör, a szögletes háromszögletű, tehát ott mindenképp negatív energia került be. A kiszolgáló pult is hegyes volt, tehát az ott ülők felé mérkezett. A szomszéd meg tudta örökíteni, amikor lerombolták a Tungsramot, hát itt már látjátok, hogy az étterem már nincs. Ugye itt már letarolva az egész. Feng Shui tanfolyamon nagyon sok hasonló példát, még nincsenek lerombolva, de nagyon sok példánk vannak, éttermek, panziók, és nem működnek, és nem tudják, hogy mi az oka. Tehát érdemes, mielőtt pénzt investálunk bármilyen építkezésben, megismerni ezeket az energetikai áramlásokat, és egy kicsit a Feng Shui-ra is odafigyelni. Úgyhogy nem tudom, hogy legközelebb mit tudok vetíteni, hogy megyünk tovább, de ha lesz ilyen rombolás, akkor azt feltétlen legközelebb is. Kérdezzétek jó magatokat, még lesz egy pár Feng Shui előadás, úgyhogy egy építész szájából fogjuk most hallani.